Megnyitottunk egy új lapot, állítsuk be elsődleges színnek a következő hexakódot, 00137F, másodlagos színként pedig használjuk a 0094FF-et. Válasszuk ki a Gradient Toolt, majd állítsuk át radiára, jobb gombbal körülbelül a kép közepére kattintunk, lenyomva tartjuk és kihúzzuk a kép sarkáig. Hozunk létre egy új réteget az Add New Layer segítségével, válasszuk ki az Eclipse Select Toolt, majd Shift billentyűt lenyomva, tartva, hozzunk létre egy kört a kép bal felső sarkában. Miután elhelyeztük körünket, válasszuk ki a Paintbrush Toolt, állítsuk be ecsetvastagságot 150-re, majd elsődleges színt feketére, másodlagos színt pedig fehérre. Ezek után fessük be a kört ott, ahol az árnyékot szeretnénk látni, majd ismételjük meg ezt a másodlagos színnel a kör ellentétes oldalán. Ezután menjünk az Effects menüpontra, és keressük ki a Blurs alatt a Gaussian Blur effektust. Körülbelül 60-70-es rádiuszt használjunk, ez attól függ, mekkora körünk van. Ezután csökkentsünk a réteg átlátszóságát 150-től 200-ig az F4 billentyűvel. Opacity. Itt átírjuk. Kész. Adjunk hozzá egy új réteget, és bizonyosodjunk meg róla, hogy még mindig ki van-e jelölve a körünk. Most ismét használjuk a Paintbrush Toolt, azonos színekkel és azonos helyeken mindazt már tettük a második lépésben, azzal a különbséggel, hogy az esetvastagságot kisebbre állítjuk, például 60-ra. Majd újra ismételjük meg a harmadik lépést kisebb rádiusszal, és a réteg átlátszóságát is állítsuk át például 140-re. Adjunk hozzá egy újabb réteget, majd használjuk a Paintbrush Toolt 70-es, 80-as pixel mérettel, a körünk nagyságának megfelelően, és jobb egérgombbal kattintsunk egyszer a kör közepébe fehérrel. Ismét használjuk az Effects Gaussian Blur effektust, körülbelül azonos rádiusszal, mint az ecsetvastagság. Majd az átlátszóságot állítsuk be körülbelül 150-re. Majd hozzáadunk egy újabb réteget, és csökkentjük az ecsetvastagságot 30-ra, és jobb egérklikkel a körünk bal felső részébe egy fehér pontot festünk. Ezt a műveletet megismételjük 15-ös, illetve 8-as ecsetvastagsággal, kissé az első folt alatt, az ábrán látható módon. Ezután adjunk hozzá egy újabb Gaussian Blur effektust.
15-ös rádiusszal, majd egy következő réteget, ahol az elsődleges szint állítsuk be a feketére, a másodlagos szint pedig fehérre, és a fehér színnél az átlátszóságot, vagyis a transparency-t tegyük nullára. Használjuk a gradient tool-t újra radial funkcióban, és kattintsunk a jobb egérgombbal a körünk közepére, és hozzuk ki a széle felé, míg csak egy vékony, összefüggő fekete csík nem marad a kör peremén. Itt láthatjuk, hogy a kör árnyékára használtuk a Move Selected Pixels tool-t, átraktuk a kör alá, majd a rétegek közt ezt a rétegünket mozgassuk a background rétegünk fölé, és a réteg átlátszóságát a háttérünk sötétsége alapján csökkentsük, míg valósághű árnyékot nem kapunk. Ezután egyesítsük a rétegeinket a Merge Layer DAM segítségével, és el is készült az üveggolyónk. Kész.